Tóth Szabi Osvát Zsoltnak, szerintem most egy kicsit gyógyulj meg lelkileg, és utána gyakorolj egy kis önkritikát. Tóth Szabi Osvát Zsoltnak, szerintem most egy kicsit gyógyulj meg lelkileg, és utána gyakorolj egy kis önkritikát. A Sugar Love gitárosa nyílt levelet írt Osvát Zsolthoz, miután a YouTube-ö a minap azt mondta, hánynia kell Tóth Gabitól. Osvát Zsolt hétfő este közel fél órás videóban beszélt arról, mekkorát csalódott Tóth Gabiban. Hosszasan részletezte, miért tartja jellemtelen embernek az énekesnőt, akire, mint mondja, nem azért haragszik, mert fideszes, hanem azért, mert hazudott neki. Azt éreztem, hogy én hányok Tóth Gabitól. Le is írtam neki, hogy ez engem nagyon bánt. Félreértés ne essék, nem az bánt, hogy fideszes, vagy kormánypárti, még csak az sem bánt, hogy a politikában szerepet vállal, hanem az bánt, hogy hazudott nekem. Hangzott el a videóban, amiben kritikával illette Gáspár Győzőt és Muri Enikőt is. A történtek után a Sugar Love alapítója, Tóth Szabi a privát Facebook oldalán fogalmazott meg nyílt levelet Osvát Zsoltnak címezve. A levél tartalmából a zenész engedélyével idézünk. Mint írja, jó ideje figyelemmel követi Osvát pályafutását, és ha nem is sok, de akadnak olyan dolgok, amelyekben egyezik vele a véleménye. Most viszont úgy gondolja, a műsorvezető átlépte a jó ízlés határát, és szerinte a tegnapi videójában úgy mondott véleményt, hogy némelyik szereplőt csak a bulvárlapok hasábjairól ismeri. Eléggé gusztustalannak tartom, hogy te egy magánbeszélgetést felveszel, majd annak tartalmát szétkürtölöd egy videóban a saját vélhetően álszent csalódott szágod mögé bújtatva, és még meg is fejeled azzal, hogy különböző negatív jelzőkkel aggatod és ezért a megítélését és a karrierjét befolyásolod. Jó érzésű ember ilyet nem csinál. Nem lehet, haver, hogy savanyú a szőlő. Írta posztjában a zenész. Tóth szerint nem szerencsés jellemtelenséget kiáltani, mert az ártatlanság joga mindenkit megillet. Zsolti, képzeld, vannak olyan emberek, akik nem számításból fideszesek, baszki, hanem meggyőződésből, szocializációból, tapasztalatból lettek azok. Tudom, hogy nehéz elhinni, de képzeld, létezik ez az állatfaj, és még meg is kockáztatnám, többségben van. Honnan a pitliből tudod, hogy ők nem ilyenek? Miért nem vallod be őszintén, hogy a csalódott szágodat még nem heverted ki? Láttuk a picsogós videódat, amiben elsírod bánatod a politikai csalódott szágod miatt. Folytatódott a levél, melyben a zenész hangsúlyozta, hogy szerinte az ország és a világ nagy része is elfogadó.